No, az egésznek az lenne a lényege, hogy most egy kicsit 10 szóhoz jussatok, méghozzá abból az apropóból, hogy gyakorlatilag második napja fárasztunk benneteket mindenféle elméletekkel, és ma már egy kis gyakorlattal is, de igazából nem tudjuk, hogy ez nálatok hogyan csapódott le. Hogy egyáltalán mi a véleményetek? Mi is az utat keressük, és igazából jó lenne látni azt, hogy amiket mondtunk, azok hogyan fogadtatnak, illetve hogy nekünk most milyen tükröt tartotok ti. Úgyhogy én szívesen oda viszem a mikrofont, vagy kijöhet az, aki szeretne mondani valamit, meghallgatjuk, illetve a kérdésekre is, ahogy a Gyuri mondta, válaszolunk. Első körben megpróbálom én a saját nézőpontomból, hiszen kettőnk nézőpontja az sokszor párhuzamosan fut egymás mellett, hogy a végtelenbe találkozzon. Aztán a Gyuri is hozzáfűzi, hogyha neki van mondani valója. Úgyhogy bátran emelje fel a kezét, aki szívesen reflektálna bármelyik gondolatra, akár az elmúlt napról, akár a mai napról. Bátran. Tehát kinek? Amikor az ember személyes dolgokat mond, én most nem kérdést fogok föltenni, hanem reflexió, de talán csak azért, hogy megtörjem a csendet, és hát, ha majd valaki más bátrabb lesz ezek után. Én a múltkor mondtam a Gyurinak az előadás után, hogy nekem nagyon-nagyon helyre billent valami. Tehát azáltal, hogy ő ezt a magyarságot, a két agyféltekés gondolkodást, a nem a másikat lenyomni, hanem a másik segítésével való előrejutást, ezt így kifejezte azzal bennem, egy olyan nagyon régi görcsöt oldott föl, ami hát 5-6 éve bennem van. Én hálózatépítéssel is foglalkozom, és ugyanakkor pedig nagyon fontos számomra a magyar hagyomány, vagy a magyar hagyományvilág. Én barantáztam, amit a Gyuri is említett, ez a hagyományos magyar harcművészet, és főleg ebben a társaságban nagyon nem fogadták el, hogy az ember ilyen hülye nyugati dolgokkal foglalkozik, mint hálózat, és ez nem szól másról, mint a másik kizsákmányolásáról, piramis, csak az nyer, aki az elején. Tehát ez az egész egy ilyen nagyon tévképzetet alkotott, vagy tévképzete volt nagyon sok embernek, és bennem is bennem volt. És én ezt éreztem, hogy valami elakadásom van, de nem tudtam megfogalmazni ezt az elakadást. És azáltal, hogy a múltkor ezt végighallgattam, előjött a... Tehát megkaptam a választ. Olyan felismeréseim voltak itt a múltkor, hogy akiknek meséltem utána, azok így látták, hogy csak úgy jön belőlem a szó. Utólagos engedelmével a Gyurinak kétszer is elmondtam az is a csoporttársaimnak ezt a dolgot. Mindenki teljesen oda volt, és ők kérték, hogy másodjára. És rájöttem arra is most, hogy nem magamat fényezendő, tehát félre ne értse senki, nem arról szól, hogy én most mekkora nagy ász vagyok, egyáltalán nincs ilyesmiről szó, hanem hogy pontosan, hogy nem tudom ugyanazt mondani, amit ő. Benne vannak az én gondolataim is, de azok a magvak, amiket te akkor ott elültettél bennem, azok úgy kicsiráztak, azt gondolom, és nagyon-nagyon köszönöm. Tehát nekem ez a két előadás, vagy ez a két nap, ez annyira hihetetlenül sokat adott, hogy biztos, hogy vannak kérdéseim, és lesznek kérdéseim, és biztos majd foglak benneteket legfeljebb e-mailben bombázni, amit aztán vagy félretesztek, vagy mi lesz, de döbbenetesen összeállt a kép. És tényleg azt gondolom, és azt érzem, tehát nem is gondolom, hanem érzem, hogy ha valaki úgy gondolkodik, hogy a másikat egyenrangú partnernek tartja, akkor, és mindenkit annak tart, és nem több és nem kevesebb a másiknál, akkor az lehet a válasz, és itt lehet a válasz abban, amit elmondtatok, hogy hogyan lehet szervezni az életét, és mik azok az eszközök, mik azok a lépések, amikre oda kell figyelni. Úgyhogy én csak köszönni szeretném. Okay. Szóval az ember lelkesen hazamegy egy ilyen előadásról, és elkezdi újságolni az élményeit. És rögtön találkozik az első szembenállással, kitől? A párjától. Hogy megint valami hülyeségem voltál, és hogy te mindenre ilyen nyitott vagy, körülbelül ez nem így működik, mert a finnugorság, amikor én kim voltam Finnországban, akkor én hallottam, ott egyszerűen kapkodtam a fejem, mert ott mindenki magyarul beszélt, csak nem értettem. Tehát én ilyen hatások alá kerültem semmi pillanat alatt, és ugye tényleg úgy kellett eljönnöm motorkerékpárral. Nem menekülésképpen, csak otthon kellett hagyni az autót. Tehát.
De eljöttem, én engem meggyőzött, tehát már most harmadjára találkozom ezzel a történettel, ugyanaz első a kénem volt, most a két héten, és jövök két hét múlva is, és akkor felöltözöm rendesen, és akkor... Jó, tehát erről a... Én el is késtem mind a két alkalommal, tehát nem tudom, hogy erről a finn-ugor nyelvről volt-e szó. Nem az számít, hogy most igazából az a finn-ugorság, ez mennyire valós vagy mennyire kreált. Sokkal inkább az számít, hogy most itt nekünk mi van a kezünkben. De a finn is két agyfértekés gondolkodás? Nem tudunk róla semmit, én azt hiszem, hogy nem. De kérdezzünk meg egy finnt, hogy tud-e olyat csinálni, amit én már gyerekkorom óta szeretek, és amikor lehetőségem van is egy ekkora marha nagy táblát látok, akkor mindig neki kezdek, és kiderült, hogy van bennem egy égigérő fa, de szerintem mindannyiotokban benne van, mert szerintem mindannyian tudtok két kézzel rajzolni egyszerre, és abból nagyon szép dolgok tudnak kijönni. És tessék, rajzoltam nektek egy égigérő fát, és ha a finn is tud ilyet csinálni, akkor lehet, hogy az ő két agyféltekéje is együtt dolgozik, de hogy a miénkbe ez benne van, az biztos. Ha megérti, akkor ő benne is benne lesz. Sziasztok! Antoni Marika a nevem, bemutatkoznék, mert én itt senkit nem ismertem először. Én tulajdonképpen valaki helyett jöttem, aki beteg lett, nagyon örülök neki. Már nem a betegségének, hogy itt vagyok. Egy-két olyan dologra kaptam szerintem megerősítést, amit én úgy gondolom, hogy a lelkeményem valószínű mindenki tud vagy érez. Legalábbis úgy gondolom, hogy igen. És ennek a dolognak a hogy mondjam, mélyebb ráásása az, ami talán előre viheti. Én nem tartom magamat nagyon nagy magyarnak, de lehet, hogy kéne. Úgyhogy lehet, hogy ezen kell dolgoznom. Én azt gondolom, hogy először is köszönöm. Ugye ez a magyarkodás, amit a Gyuri is mondott, ez sokszor a másik oldaláról közelíti meg a dolgokat, nem az igazi oldalról. Tehát nem azt nézzük, hogy kaftánt hord az ember, meg hogy hogyan öltözködik, mit eszik, stb., hanem hogy megvan-e benne az a szellemi örökség, az a gondolkodás, amit az ősök követtek. Ő lehet, hogy azzal kiéli a magyarságát, hogy fölvette a ruhát, meg megtanult mondjuk íjat feszíteni, de nem ettől lesz ő igazán magyar. És gondolom, hogy sokan a világban sokkal magyarabbak, anélkül, hogy tudnának esetleg magyarul. Nekünk helyzeti előnyünk van, mert egy olyan nyelvet beszélünk, ami egyszerre foglalkoztatja az agy két féltekéjét. Edzésben van, hogy úgy mondjam, az agyunk. Nekik rá kell erre hangolódni, meg kell érteni. Nem tudom még, hogy angolul ez mennyire lesz értelmes, de előbb-utóbb meg fogjuk próbálni. Köszönöm szépen, amíg kérek, elmondom, hogy a előttem levő úrba nagyon sok közös van bennünk, csak a kabátunk színe változik. Én is harmadszor vagyok itt a Gyuri előadáson, először a kénen, aztán két héttel ezelőtt és most. Két héttel ezelőtt nem egyedül voltam, bocsánat, úgy kellett volna kezdenem, hogy bemutatkozom, Kovács Péter vagyok, hanem egy másik Kovács Péterrel, a fiammal, a 17 éves fiammal. Úgy jöttem el ide, vagy úgy jöttünk el, hogy megmondom őszintén, nem tudtam, hogy mi lesz ennek a vége. Tudtam, hogy egy kicsit magyarkodni fogunk, de hogy most mi lesz ennek a vége, hogy most a végén majd valamit el fognak nekünk adni a legvégén, vagy ez egy üzleti fogás, vagy tényleg egy ilyen szemléletmód átalakítás. Nem tudtam, annyit tudtam róla, hogy érdekes, és annyira érdekes volt, hogy a fiam elhatározta, hogy a történelem tanárnőjének ebből előadást szeretne tartani, és jegyzetelgettünk is otthon, de aztán mondta neki, fiam, várjuk meg, még megkapjuk a DVD-t az előadásra, nehogy valamit félreértsünk, mert ugye azt ezt alá is kell támasztani, és hogyha a tanárnő esetleg kételkedik valamibe, akkor megkérjük az előadónak a hozzájárulását, hogy ugyan akkor hadd mutassa meg neki, és akkor egy napos tanulmányozás után, és gondolom egy másfél éves gondolkodás után a tanárnő, majd lehet, hogy ő is kicsit másképp fogja tanítani a jövő nemzedékét. Tehát az a kérdés merült fel bennem, hogy ez tényleg
miért nem ezt tanítják, hogy miért nem ilyesmit tanítanak az iskolában. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a fiam nevébe is, és egyébként voltak nekem ehhez hasonló gondolataim, biztos Gyuri emlékszel rá, múlt héten vagy két hete adtam neked egy A4-es lapot a dr. Firbás Oszkár osztályfőnököm is már, annak idején középiskolában is hasonló magukat igyekezett plántálni a tanítványiban. Ő egy pedagógus volt, ő nem csak mással is foglalkozott, nem csak a szaktárgyakkal. Úgyhogy még egyszer megköszönöm szépen, és akkor átadnám a mikrofont annak, aki még esetleg tud hozzátenni. Jó, ehhez csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy nagyon sok a feltételezés a történelmi tényeket tekintve. A dolognak pont az a szépsége, hogy az, amiről mi beszéltünk, az talán nem mindig támasztható alá exakt kutatási eredményekkel. A lényeg az, hogy a szíved fogja megmondani a választ. Tehát vagy érzed, hogy ez így van, és akkor ez egy egyetemes igazság, 5000 évvel ezelőtt is az volt, és 5000 év múlva is az lesz, vagy pedig nem fogod tudni megérteni, mert csak az ásatásokon fellelt vasdarabokat, meg cserépdarabokat tudod tanulmányozni, és hogyha azok neked nem illenek össze, akkor te nem fogsz elfogadni semmit. Illetve nem is nektek mondom, hanem azoknak, akik erre kevésbé érzékenyek. Csak egyetlen megjegyzés, hogy az egész nyugati történelmi kutatásban is vannak, hogy mondjam, fehér foltok, hogy megjelent 10 vagy 15 évvel ezelőtt egy könyv, Magyarországon is lehet kapni, az a cím, hogy Kitalált középkor. Egy német történész szinte unalmas precizitással bizonyítja, hogy a 300 év hibázik a középkorban, tehát olyan, mint betoldották, tehát hogy 600 után betoldottak 300 évet, mert hogy hiányoznak az építészeti munkák, az írott okmányokról kiderült, hogy hamisítványok. Tehát szépen unalmas német precizitással fölteszi a kérdést, hogy uraim, tessék elszámolni a 300 évvel. Mondom, az a címe a könyvnek, hogy Kitalált középkor, azóta sem cáfolták meg. És még egy érdekességet szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, hogy az egyetlen hiteles krónikánk, ami fennmaradt, tehát eredetiben, tehát nem a Habsburg másolatokban, tehát eredetiben, az a képes krónika, és a képes krónikában a magyarok bejövetele Pannoniába, az 600, vagy nem is tudom, tehát az a lényeg, hogy pont a helyén van, tehát az a 300 év, ami hibázik, az pont a helyére kerül. Tehát ez megvan? A másik, ami érdekesség, csak a honfoglalása, hogyha már itt történelem tanárnővel lesz kapcsolatban ez az egész dolog, akkor maga az a szó, hogy honfoglalása 150 éves, tehát az gyakorlatilag a 48-as szabadságharc bukása után, előtte nem volt ilyen szó, előtte magyarok bejövetele Pannóniába volt, ez nagyon fontos, tudik Pannónia, az a Dunán túl. Tehát nem a Kárpát-medencébe jönnek be a magyarok, hanem magyarok bejövetele Pannóniába. Nem tudom, érzitek-e a különbséget. Azért van ott hátul egy könyv, aminek az a cím, hogy Magyar őstörténet, és nem jöttünk mi sehonnan sem. Hát ezért. Jó, tehát ezek csak ilyen, tehát hogy mondjam, most már állandóan borul ki a szekrényből egyre több csontváz, és most ugye, hogyha megnézitek, akkor ez a finnugor szélben való állás, ezt elkezdték átállítani most már török-iráni vonalra. Az a lényeg, hogy nem szkítahún. Az a lényeg, hogy nem szkítahún. Innen sejti meg az ember, hogy ez valamiért fontos. De hát ezt most ugye megbeszéltük. Hát az igen, igen. Mert akkor elkezd gondolkozni az ember, visszajut a szkíta világképhez, és egy csomó kérdés jön elő belőle. Persze. Én Török József vagyok, informatikus, oktatom is az informatikát videók segítségével, és elmesélem nektek a legnagyobb hibát, amit én elkövettem 2006-ban. Én majdnem 2 évre bezárkoztam az irodába, és elkezdtem valami nagyon szuper dolgon dolgozni, ami most itt nem lényeges, de ezzel én nagyon-nagyon nagyot vesztettem, és ezt soha többet nem fogom elkövetni. Ezért kell ilyen helyekre elmenni, mint ez a két előadás, amit itt volt szerencsém részt venni. Ugyanebből a témakörből származik egy nagyon érdekes felismerésem. Aki az informatika közelében van, az nagyon azt kezdi látni, hogy minden Amerikából jön, minden jó dolog, az Apple-nek a dolgai, a Microsoftnak a dolgai, az összes olyan szoftver, ami nemzetközileg meghatározó, kivéve mondjuk a Facebookot, bár ez is Amerikában született, de magyar szerzők terméke, komolyan. És azt akarom nektek mondani, hogy elhatalmosodik az emberen egy olyan érzés, hogy ha te valaki akarsz lenni a világban, akkor utánoznod kell a nyugati világot.
És nekem ez volt az egyik legnagyobb dolog, amit adtál ezeken az előadásokon, hogy szó nincs erről. Nem utánoznod kell a nyugati világot. Minden olyan fontos jó dolgot eltanulni tőlük, amit ők ma jobban csinálnak, mint mi. És még ennél is fontosabbat adtál. Visszaadtad az embernek a hitét. Én nem vagyok Isten hívő, legalábbis nem abban a formában, ahogy a mai egyházak ezt tálalják. De visszaadtad bennem azt a hitet, ami megerősít abban, hogy én talán mégiscsak fogok tudni ebbe az országba úgy élni, ahogy én szeretnék, és talán tudok én is valamit tenni annak érdekében, hogy ebbe az országban mindnyájan úgy élhessünk, ahogyan szeretnénk. Ez egy olyan ország legyen, ami élhető. Ez nem lesz másoktól, ez csak tőlünk lesz. Ha te meg én, meg ti megteszitek érte azt, amit lehet, akkor lehet ebből valami. De ha mi ülünk, és nézzük a nyugatot, és megpróbáljuk majmolni, vagy elfogadjuk, hogy az a jó, amit ők csinálnak, és mi ezt semmit nem teszünk a saját hazánk érdekében, akkor ebből nem lesz semmi. És ez a hit, ez egyben erő. Hit nélkül nincs erő, hogyha nem hiszünk mi ebben, ha nem tudjuk elfogadni. És az az igazság, hogy annyi benyomást kaptunk itt, Gyuri, hogy ezt nem is lehet pár szóban összefoglalni. Hazamegyek, és egy hétig zsong a fejem, és hoztam a számítógépet, múltkor 7,5 oldalt írtam le, és hónapokig fogok rajta rágódni, mert amit leírok, az abból a mondatból még 3 olyan gondolat ki fog jönni. Tehát ez fantasztikus, Gyuri, ezt abba ne hagyd, ez egy hihetetlen nagy érték. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Hát én azt remélem, hogy még sokkal tovább is fog ez zsongani, és majd a plusz gondolatok azok még növelik a mi gondolataink számát, és így exponenciálisan hova tovább Fibonacci módon fog növekedni ez az egész gondolatiság. De azt azért ne felejtsétek el, hogy a végén mindannyiunknak valamit majd csinálni kell. Tehát nem szeretnénk megállni ott, hogy elmondjuk az eszméket, és akkor hazamennek az emberek, és másnap minden megy tovább. Tehát ha nem jelenik meg a tettekben ez a szellemiség, akkor egy jót beszélgettünk, és belefújtuk a szélbe ezeket a szavakat. Ez az utolsó, amit szeretnénk. Tehát a változtatáshoz tenni kell. Tehát nem elég elfogadni az elveket, be kell építeni őket a mindennapokba. Ezért van a személyes hatékonyság ráültetve erre az egészre. És ha már belemásztam a múlt alkalommal a cégvezetést, akkor az meg azért van ráültetve a személyes hatékonyságra, mert nyilvánvaló, hogy a legnagyobb ereje a változtatásoknak a cégeknél indulhat el. Ott van pénz, ott van erőforrás, ott van hatalom és bölcsesség egy helyen. Ha ott tudunk lépni, akkor az egész társadalomban fog jelentkezni. Nem beszélve az oktatásról, de most nem szeretnék ennyire messzire elmenni már. Sziasztok, Bérecki Attila vagyok. Pont ehhez szeretnék hozzátenni valamit, hogy én 15 éve vállalkozom, és végigjártam a magyar vállalkozóknak a káváriáját szerintem. És egy pár éve érzem úgy, hogy sok mindent tanulok, sok minden változik. Volt egy komolyabb balesetem is, amikor úgy leültem, pont karácsony előtt volt egyszer, és akkor úgy leültem, és egy másfél hetet tudtam gondolkodni azon, hogy miért is volt ez a baleset, ahol nem lett személyi sérülés, csak anyagi kár. És hogyha én is nagyon sokat foglalkoztam ezotériával, és ilyenkor az ember így gondolkodik, hogy ez miért kaptad. És megváltoztattam nagyon-nagyon sok mindent. Azóta én másképpen vállalkozom. Más a feladatom, más dolgokat csinálok egyszerűen. Jobban is érzem magam a vállalkozásomban, és a vállalkozásom sikeres is. Annyira sikeres, hogy elindultunk Nyugat-Európa felé. Tehát úgy, hogy mi dolgozunk Ausztriában, Németországban, és megpróbáljuk őket tanítani. Ami egy elég érdekes dolog. Egy olyan dologra tanítjuk őket, amit valamikor tőlük vettünk át. Tehát úgy, hogy ezt ők találták ki. De mégis tanulnak tőlünk, néha figyelnek ránk. De azért én mégiscsak Kelet-Európából jöttem, vagy innen Magyarországról, és nincs akkora önbizalmam, hogy én ezt olyan nagy hanggal tudjam ott tenni, vagy tényleg én nagy válszélességgel, messzélességgel kiálljak, és azt mondjam, hogy már pedig ezt így kell csinálni, és ez lesz nektek jó. Amit én itt kaptam, az egy ilyen nagyfokú önbizalom.
nevelés, és ez, én ezt nagyon köszönöm, ez nekem nagyon jó eset. És attól lett ez önbizalom növelés, hogy egyszerűen már magyarként jártam Nyugat-Európába, és ők hajoltak meg előttünk. Hogyha most valami innen indul, akkor ez lehet, hogy még egyszer elő fog fordulni. Tehát ma már nem nyilakkal megyünk, hanem lehet, hogy gazdasági dolgokkal, tehát lehet, hogy cégek mennek ki, de ugyanúgy figyelhetnek ránk, és ez mindenkinek a vállalkozásába otthon. Tehát úgyhogy hajrá, lehet menni Nyugat-Európába, tanuljanak tőlünk. Van itt sok okos ember. Köszönöm szépen. Én passzív házakat építek, és ez most egy nagyon divatos dolog. Németországban találták ki ezt a dolgot, tehát úgyhogy onnan indult egy dr. Wolfgang Feistől, akit nagyon tisztelek és minden becsületem, vagy minden tiszteletem az övé, de amit ők megcsinálnak most olyan 2000-2500 euróért, azt mi 1500-ért megcsináltuk nekik, amit nem nagyon hittek el, hogy ilyen létezik, pedig van. Köszönöm. Én is köszönöm. Emlékeztek rá, hogy a múlt alkalommal elhangzott az, hogy a teljesítmény alapja az önbecsülés. Hát ez nem véletlen. Ez a fényes példája, hogyha az ember csinál valamit, ez sikerül neki, akkor nő az önbecsülése. És ez egy kör, önmagát gerjesztő kör. Még azt szerettem volna az előbbiekhez hozzáfűzni, hogy nem akarok itt nagyon belemenni céges dolgokba, de hogy érdemes tanulni külföldről, hogy mit csinálunk másképpen. Ugye kint van egy olyan módszer, amit úgy hívnak, hogy Kaizen. Nem tudom, hogy mennyire ismerős, de az egésznek az a lényege, hogy az egyik pillanatban állunk itt. Ez a teljesítményünk, ez a rendszerünk. És ahogy telik az idő, egyszer csak tanulunk valamit, és hozzátesszük a rendszerünkhöz. És pontosan arról van szó, hogy amit az előbb kérdeztem, vagy kértem, hogy mit fogunk másképp tenni. Ennek a módszernek az a lényege, hogy nem kell sok mindent másképp tenni, csak egy kicsit. És azt a kicsit, azt meg kell szokni egy ideig, amíg annyira jól nem tudjuk csinálni, hogy már ugyanolyan szinten megy, mint az előbb. És akkor megint hozzátehetünk egy picit. És így szépen lépésenként folyamatosan fejlődünk. És mi is azt szeretnénk ettől a rendszertől, hogyha folyamatosan fejlődne. És ezért is hívjuk majd meg két hét múlva azokat, akik vállalkoznak arra, hogy megosszák velünk a saját rendszerüket. Mondom. Hát könyv lesz. Sőt, nem is egy könyv lesz, hanem kettő. Igazából ilyen egyharmad állapotnál vagyunk a könyvekkel. A Gyuri is ír egyet, én is írok egyet. Tehát könyv az lesz. Biztos, hogy ezek a gondolatok könyvben meg fognak jelenni, méghozzá olyan módon, hogy elkülönülnek a szemléletmódok. Utalunk egymás könyvére, de igazából mind a két könyv a maga tekintetében egy önálló egész lesz. De ha az ember a kettőt egymás mellé teszi, akkor fogja meglátni azt a keresztet, amit másképp nem lehet, csak hogyha az agyát elengedi és úgy fókuszálja a szemét, hogy kirajzolódik a két különálló dologból az egy egység. Tehát könyv lesz, igen. Talán lesz folyóirat. Talán lesz tréning. Talán lesz szeminárium. Sok minden attól függ, hogy ti, illetve a néző közönség milyen tükröt tart nekünk arról, ahogyan mi megyünk. Illetve ennek kapcsán mi változunk is. Akarsz még ehhez hozzáfűzni valamit? Ebben benne van egy olyan előny is, ugye, hogy aki részt vesz ebbe, tehát mondjuk eljön és elmondja azt, hogy ő hogy dolgozik, hogy azt írják a szakemberek, hogy azt tanul a leggyorsabban, aki tanít. Tehát ennyi. Tehát hogyha te egyszer összeszeded, leülsz és megnézed azt, hogy mitől vagy sikeres, mitől vagy összeszedett és elmondod, akkor abból te fogsz tanulni a legtöbbet. A többiek is tanulnak nyilvánvalóan, de ez hogy lásd azt, hogy mi a jó neked ebbe, szerintem ez alapvetően. Volt még először ott az úr hátul. Elnézést, hogy leurasztalak, de így messziről. Sötét. Ott sötét van.
Én is, amikor azt mondják, hogy uram, megnézem, hogy ki áll mögöttem. Biztos van ott valaki. Üdvözlök mindenkit, Weber Lajos vagyok. Sokáig gondolkodtam, hogy kiálljak-e ide. Aztán ugye mindenkiben az van, hogy kiálljon, ne álljon, tegye, ne tegye. Végül is úgy döntöttem, hogy ennél a táblánál, illetve ennél a rajznál kijövök. Életem tapasztalata során 15 évig egy sportot űztem. 15 év után eljutottam arra a szintre, amit egy baleset után abba kellett hagynom. És aztán az életem során lett 3 gyermekem, aztán körülöttem még 4-5 felnőtt, és ez nagyon meghatározó volt az életem során. Ugyanis a 2 gyerekem kijött egy edzésre, és az egyiknek azt mondtam, hogy te kerüld el a lőteret, másiknak azt mondtam, hogy ha kedved van, akkor szólj. Ez volt 15-16 éves korukban. A lányom megszólalt 20 éves korában, hogy én kipróbálnám. Kijött a lőtérre, és elkezdett edzeni. És megkérdezte, hogy én mikor megyek ki az edzésre. És mondtam, hogy semmikor. Megkérdezte, hogy miért. Mondom, mert én nem tudlak megtanítani. Miért? Mert én sokkal többet tudok, sokkal többet tapasztaltam, és amit mondok, te nem érted. És itt az egész folyamat lényege, itt mutatkozott meg abban, hogy én akkor jól csináltam. Amit én elértem 15 év alatt, ezzel a módszerrel, hogy ő mindig csak egy kicsit kapott többet, mint amennyi az ő alapja volt. Ő 5 év alatt jutott el ugyanoda, ahova én 15 év alatt. Kocsó László vagyok, sziasztok! Múlt héten a Gyuri, mikor fölhívott és elhívott erre a mai napra, akkor talán nem véletlenül éppen egy 2 napos ilyen önszervező tréningen voltam, úgyhogy most abszolút ebben a témában vagyok benne, és nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek, ugyanis én is 20 éve vagyok vállalkozó, és jó néhány ilyen időtervező tréningen részt vettem, és azt tapasztaltam, hogy azokat a módszereket, amiket ilyen nagyon profi, elsősorban nyugati cégek próbálnak itt ráhúzni a helyi vállalkozókra, azok valahogy nekem nem működnek. Viszont nagyon sok olyan dolgot lehet tanulni egymástól, hogy valakinek van valami ötlete, hogy mit használ a napi munkában, akkor azok, abból az, amit az ember valóban értelmesnek és gyakorlatiasnak tart, azokat átveszi. Tehát nekem is megvan a saját rendszerem, nagyon szívesen beszélek majd erről, 2 hét múlva sajnos nem jó, de a következő alkalommal. És azt is ugye a saját tapasztalatomból, illetve több rendszerből állítottam össze, és a mai nap is volt 1-2 olyan emel, amit be fogok építeni. Ugye ez az értékelés, amikor ugye néhány évente úgymond meg kell húzni egy vonalat, ez valóban úgy nagyon sokan én is gyakran elfelejtem. Kell az ember életébe történni valami nagy törésnek, hogy megtegyen ilyen dolgokat. Szerintem sokkal jobb, hogyha enélkül tesszük meg. A másik dolog, ez a magyarság kérdése. Én megmondom őszintén, én nagyon sokáig ezt magamban úgy nem tudtam hova tenni. Tehát mindig bennem volt az a moldova idézet, amit még úgy 20 évesen olvastam, még úgy akkor még a másik rendszerbe éltünk, ami valahogy úgy szólt, hogy számomra nem létezik nép, osztály vagy haza, egyszerű élnem kell valahol és valaki között. Tehát mindig, amikor valaki így elkezdett beszélni a magyarságról, akkor én azt úgy, oké, itt vagyok, de hát ez így benne, így mindig így nagyon megmaradt benne, nem tudom miért ez az idézet. És én üzletépítéssel foglalkozok, és elég sok országban vannak munkatársaim, akikkel úgymond napi kapcsolatban kell lennem, vagy sűrűn találkozok velük személyesen is. És egyre jobban tudatosul bennem az, hogy hiába nincsenek nyelvi nehézségeink, mert beszélünk egy nyelvet, mennyire másképp gondolkodunk, mennyire mások a gyökereink, akkor is, hogyha csak 200 kilométerrel lakunk egymástól, és ez úgy az elmúlt években úgy nagyon, nagyon megerősítette a magyarság tudatomat olyan formában, hogy azt tapasztalom, hogy amikor igazából mélyen szeretnék valakivel beszélgetni, és itt most nem csak szavakban, hanem úgymond együtt lenni, érezni egymást, akkor ezt igazából az ember egy magyar emberrel tudja megtenni. Tehát nekem ott jön le ez a dolog nagyon, nagyon, nagyon mélyen.
Mert valóban, ahogy ti is itt többször rávilágítottuk, ugye a történelemben ott vannak érdekes dolgok, amiket nem úgy vannak, ahogy tanultunk. Én ennyit szerettem volna. Köszönöm szépen. A két dolog volt, amire reflektálni szeretnék. Az egyik az időgazdálkodás, a másik pedig, hogy a magyarokkal tudunk beszélni. Hadd kezdjem a másodikkal. Biztos kiderült az előző alkalommal, hogy én elég jelentős időt töltöttem Amerikában, és hát volt kísértés, hogy ott maradjak. De valahogy soha nem fordult meg a fejembe, hogy ezt komolyan vegyem, mert egyszerűen hiányoztak a barátok, és a Gyurival is faxon tartottuk a kapcsolatot, és küldözgettük egymásnak a kilométeres A4-eseket, illetve én meg az amerikai típusú papírt, és egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy én nem tudok ott a régi barátaimmal szót érteni, mert az amerikaiak annyira felszínesek voltak nekem. A másik az időgazdálkodás. Ehhez csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy nagyon sok olyan könyvet olvastam, illetve tanfolyamot láttam, ahol időgazdálkodással foglalkoznak. És az a meglátásom, hogy ez olyan dolog, hogy pont a lényeg vész el mindig. Adnak mindenféle eszközöket, hogy ebbe a táblázatba írd be, pontozzad, és akkor ezt csináld, ilyen listát írjál, és így, stb. Egy csomó eszközt adnak, de nem adnak alá táptalajt, nem adnak alá egy olyan operációs rendszert, amire ezt az egészet föl lehet építeni. Egyszerűen belehullik az egész a semmibe. Pontosan az lenne a lényege annak, amit mi próbálunk megosztani veletek, hogy az időgazdálkodás önmagában nem létezik. Az csak pont egyetlen egy olyan eszköz, mint az összes többi, ami egyébként a személyes hatékonyságodat kiadja. És ehhez alap egy eszmerendszer. Tehát hiába tanulod meg az időgazdálkodásnak a trükkjeit, hogyha nem tudod mire építeni, akkor az lesz, hogy elmész a tanfolyamra, kijössz, hurrá, de jó volt, hazamész, és másnap onnan folytatódik minden, ahonnan előző nap abba hagytad. Volt egy kis hullámbölgy. Húsa Tamás vagyok, szervusztok. Ha már tegeződhetünk. Kicsit kakuktojás vagyok, mert 12 éves korom óta értékesítek, jelen pillanatban 31. Voltam értékesítési megyei vezető, vállalkozó, stb. És én azért vagyok itt, mert a Gyurinak az a 17 perces előadása, ami alatt 6-szor mondta, hogy 17 perc alatt nem lehet elmondani ezt az anyagot, amit ő szeretne. Annak volt egy olyan dinamikája. Hallatszik kifelé is, hogy remeg a hangom? Semmi baj. Nagyon szép. Jó. Voltam prezentációs technika tréningen, csak azért. És azt is megmondták, hogy ne vakard az orrod, mert abból az jön le, hogy hazudsz. Tehát nagyjából az a dinamika, ami ebben volt, az így magával ragadott. És így visszacsatolnék a keresztnevemre, Tamás. Tehát a szó szoros értelmében Tamás. Eljöttem ide, és így ültem, és én nem azzal mentem ki, hogy mi van, hanem azzal mentem ki, hogy voltam néhány önismereti tréningen, és úgy gondoltam, hogy tökéletesen tisztában vagyok magammal, és kimentem azzal, hogy most ki vagyok én, mi van? Tehát néhány olyan kérdésre kaptam választ, amit nem tudtam hova tenni. Az egyik ilyen az volt, hogy miért nem viselem el azt, hogy főnököm van, és miért nem tudom lecseszni sose a beosztottjaimat. Tehát ez nálam nem működött, nem működik a mai napig. Tehát ezért nincsen főnököm, és a beosztottjaim ezért lopnak meg, ha meghagyom. A másik ilyen kérdés, amit nem tudtam hova tenni saját magammal, hogy miért van az, hogy egyszer egy iskolámban azt mondta rólam egy tanár, aki akkor már nem az apósó jelöltem volt, de előtte az volt, nem voltam benne az előadáson, és egy ilyen kis füzetbe le volt írva mindenki, és így kinyitja, éj a Tamás, na ő az az ember, akinek ha megmondod, hogy ez az út, akkor elindul erre, aztán arra, és amikor már sehogyan nem találod, akkor elhiszi, hogy az a jó út, és megy rajta. És ezt a két választ én megkaptam, és ez nekem nagyon-nagyon sokat segített abban, hogy tudjam azt, hogy hogyan tovább. Tehát, hogy mi az a miért gondolkodom úgy, ahogy, miért működöm úgy, és mik azok a inkább emberi értékek, amiknek a mentén én a saját vállalkozásomat tovább kívánom építeni, és tovább fogom építeni, úgyhogy én nagyon köszönöm. És még egy kérdésem volt, hogy ez a dolog, amit tulajdonképpen így egy csokorba szedtél, mert ha jól veszem észre, akkor rengeteg helyen, tehát ez rengeteg helyről gyűlt össze ez a tudás. Tehát mi lenne, ha ezt így azzal a lendülettel és hévvel, és azzal a felcsigázással, ami abban a 17 percben volt,
így ráborítanánk a magyar társadalomra. Hova vezethetne el ez a dolog? Ez csak egy kérdés volt. Hát, még nem vagyunk ennyire bátrak, de a Gyuri lehet, hogy igen. Tehát a 17 másodperces az a VHK konferencián volt, csak egy kis magyarázat kell hozzá. Tehát mióta elkezdtem, tehát mióta magyar észjáráson engedtem keresztül az önmenedzselést, azóta olyan energiák mászkálnak bennem, hogy tényleg csak szelidíteni kell, mint az atomenergiát. És nekem volt régen egy ritusom, hogy minden előadás előtt ittam egy Red Bullt. Úgy gondoltam, hogy az úgy földob, fölpörget. És itt is a 17 perces előtt ittam egy Red Bullt, csak elfejtettem, hogy most más energiák mászkálnak. Tehát amikor kifele mentem már a... Majd ugye fölvették, majd visszanézem magam. Tehát, nem, tehát következő történt, amikor mentem ki, már éreztem, hogy ezt nem kellett volna. A nyolcadik percben, amikor talán emlékeztek, megálltam egy pillanatra, hogy ne haragudjatok, de annyira fölizgat a téma, hogy most egy picit le kell higadnom, akkor gyakorlatilag majdnem fölrobbantam. Tehát nem kívánom senkinek, ott és akkor megfogadtam azt, hogy többet nem iszom Red Bullt. Erre nem szabad inni Red Bullt. Tehát ez sokkal jobb, mint a Red Bull. Azt hiszem Zsolt végén odajött, azt hiszem egy óra múlva hozzám, és mondta, nagyon kedves volt, az ilyen szívet melengető visszajelzések, ezek nagyon fontosak az emberek. Azt mondta, hogy Gyuri azt mondja, soha ilyen szétesett, ilyen zseniális előadást nem láttam, mondta, és hogy nem tudom, mit akartál mondani, de ez valami nagyon jó. És ezzel egyébként tényleg összefoglalta azt a 17 percet, mert az arra jó volt. Tehát akinek itt volt a helye, az alapján ide eljött. Ezt csak azért mondom, hogy amikor majd elkezdett használni ezeket, és netalántán tényleg akkora energiák kezdenek áramlani benned, és az a megdöbbentő, hogy irányítani tudod. Tehát van olyan, hogy reggel fölkelek fáradtan, kókattan mászkálok, akkor előveszem a kassaiat, párszor kihúzom, vágok hármat a szamurájkaddal, engedem, hogy bulcsú átáramoljon, és annyi energiád van, amennyit akarsz. Tehát ez egy abszolút működő technológia. Most bocsánat, hogy ilyen kifejezést használtam. Tehát ez a 17 perces előadásom, amelyik szinte az egész arról szólt, hogy nem lehet 17 percben erről beszélni, de láttátok, hogy nem lehet. Nem lehet, oké. Okay. Egy pici adalék a dologhoz, hogy nagyjából fél éve heti rendszerességgel járunk össze a Gyurival, és szövögetjük a dolgot, és hát döbbenetes, igen, hogy ezek a beszélgetések micsoda energiát adnak. És én már régóta keresem, hogy mi az, hogy személyes hatékonyság. És össze is foglaltam úgy nagyjából, hogy milyen ismérvek vannak. És az egyik ismérv az, hogy teljesen belefeledkezel a dolgokba. Mert mindenki azt mondja, hogy személyes hatékonyság az, hogyha gyorsan megcsináltad, amit kell. Hát egy lótúrót, van ott még legalább egy csomó, micsoda jó kifejezés. Tehát egy csomó olyan ismérv van, ami azt mondja, hogy nem vagy addig hatékony, amíg ezek nem teljesülnek. És az egyik az, hogy teljesen bele tudsz feledkezni abba, amit csinálsz. Csak álmodozhatsz a hatékonyságról, hogyha ez nem teljesül. És azt hiszem, hogy itt pont erről beszél a Gyuri, úgyhogy ez igazán hatékony volt. Köszönöm, én Farkas Lajos vagyok. Nekem 4 gyermekem van, szó volt már arra, hogy ki mit tett. A legkésőbb magamnak hívják. Valószínűleg mutatja a magyar nemzethez való hozzáállásomat. És én azt gondolom és azt látom, hogy egy nagyon-nagyon komoly értékteremtés és értékmentés kapcsolódik a Gyuriék munkájához. És ebben én 2 dolgot érzek a magam részéről fontosnak. Az egyik az értékteremtésnél az újrateremtés, amit a Kassai Lajos fogalmazott meg, hogy az őső gondolkodás módját kell megérteni, és abból újrateremteni, amit ők akkor is ott éltek vagy tettek. És ehhez a dologhoz kapcsolódik a mi küldetéstudatunk, hogy milyen okból érkeztünk ide, milyen tennivalónk van, és hogyan tudunk a világ felé teljesíteni, nyújtani, és mi az, amire nekünk itt ma nagyon-nagyon komoly feladatunk és szerepünk van. Ahogy a legutóbbi találkozón Gyuri többször idézte, hogy vajódik a világ és kárpa-medencében szüli a jövőt, ha jól idézlek, akkor így fogalmaztad meg. Egyik oldalról ez, amit én szerettem volna ehhez hozzátenni, amit itt ezeken a találkozókon kaptam. A másik oldalról pedig azt gondolom, hogy aki a vállalkozói világban úgy érzi, vagy valaha is volt ilyen érzése, hogy idegen számunkra ez a verseny
világ. A győztes-vesztes játék, harc, nem tudom mi, hogyan tekintünk erre az amerikai nyugati vállalkozói szférára. Ez valószínűleg azért van, mert hogy belőlünk az fakad, hogy ez az egymás mellett mellé rendeltség, amiről beszéltél, hogy a főnökkel meg a beosztottal való viszonyod volt, van, lesz, lehetetlen vagy lehetséges. Én azt gondolom, hogy aki a vállalkozói világban azt a két agyféltekes gondolkodást érzi, az képtelen arra, hogy győztesként és vesztesként tekintsen bárkire, és örülök, hogy erre választ kaptam ezeken a találkozókon, hogy ez miért van így, és miért nem voltam képes beszállni soha abba a harcos adókapokba. Jó, köszönöm. Egyébként ugye érdekes, hogy a hálózatépítés önmagában picit közel áll ehhez az egész gondolatrendszerhez, mert egy bizonyos szabadságot követel meg, és tesz lehetővé egyúttal. Amit még szerettem volna mondani, az, hogy a mellérendelő gondolkodás azért nem zárja ki a versenyt. Tehát egész más, hogyha valakivel egy jót versenyzünk, és egész más, hogyha el akarom tiporni. Tehát a verseny az mindig lesz, sőt, az egy fontos dolog. Az ugyanúgy épít, ugyanúgy előre visz. A csarkodás és a másiknak a teljes eltörlése az, ami idegen ettől a gondolatiságtól. Nyugodtan. Csak a verseny, amúgy edző is vagyok, meg testemelő, és a versenyzésre kapcsolatban fontos számomra, hogy a versenyzésről nagyon régóta egy motto van előttem, hogy minden versenynek három győztese van. Nem tudom, ki ismeri ezt a gondolatot. Én nagyon sokat futok hosszú távon, és az első győztes, aki rajta van, az odaáll, vállalja egyáltalán a kihívást. Mindenki győztes másodszor, aki a távot teljesíti. És csak egy valaki van, aki elsőként fut át a célszalagon. És azt gondolom, hogy a fontos az, hogy bárki nyerhet minden versenyt legalább kettőször, és akkor már megérte, és akkor az egy abszolút közös élmény, közös érték. Én Móri Zsuzsa vagyok. Hát a nagymamám megfogalmazása szerint édeslányom harangöntő még nem volt, tehát az úgy kezdődik, hogy angoltanár, tolmács, fordító, hálózatépítő és vállalkozó, és a lista nem, tehát végzettségem nincs, még csak kezdettségem van, és azt szerettem volna mondani, hogy tehát én is ugyanezt megjártam, én nem mentem egészen olyan messzire, mint Amerika, csak Angliáig, és első ízben azért mentem ki, hogy én különösen egyházon keresztül és szolgálni, és már ott láttam, hogy ez a világ valahogy más. És amikor visszajöttem, egyetemet végeztem, és amikor azt mondta az akkor éppen aktuális nagyfőnök, hogy akinek nem tetszik, annak el lehet menni, akkor nekem volt egy olyan ötletem, hogy tudom mit, kisfiam, tudom is, hogy hova menjek. Elmentem, és már egy más, tehát hogy úgy érkeztem meg a nyugati világba, munkavállalóként és nem önkéntesként, hogy azt láttam, hogy tudtam, hogy amikor gimnázium után kimentek az én osztálytársaim, meg én is, és nekem nem az volt a célom, hogy pénzt keresek, de nekik az, akkor az, aki beállt a pubba felmosni Angliában, hogy majd egy hónapig felmos, aztán majd utána nagy karriert épít, az két év múlva is felmosott a pubban. És úgy sikerült elhelyezkednem, hogy fejvadász lettem. És nagyon érdekes volt, mert nagyon jól képzett szakembereknek közvetítettem munkát Kelet-Európából, világszerte, de hát nyilvánvalóan, mivel én szlovákul, csehül, magyarul beszélek, ezért aztán a közép-európaiak jobban, közösen megvolt a közös nyelv. És hihetetlen volt, hogy olyan emberek, akiknek élet-halál van a kezében nap mint nap, és mindent így megold, az oda megy egy külföldi vizsgabizottság, vagy felvételésztető bizottság elé, és rezgőtérdű kislányá változik. Tehát, hogy hihetetlen, és tényleg az volt a sikerem titka, hogy elmondtam a magyar embernek, hogy magyar ember, hát nézd már ide, tehát, hogy te nem ismered, tehát, hogy ide képzeled nyugatra a csodát, a tökéletest, a szupermeneket, tehát, hogy itt mindenki két méterre a föld felett. Nem. Tehát, hogy el kellett magyarázni, hogy az angos baleseti orvos, az konkrétan annyit tud, hogy behozzák neki gyorsan a beteget, és ha még él, akkor ott ezer műszerrel megmenti. A magyar baleseti orvos az ott az aszfalton hurkapálcikával, meg mit tudom, benzinleeresztő csővel is megmenti. És akkor utána beviszik a kórházba, és csinálnak vele valamit. Tehát ez volt a nagyon érdekes, hogy én ott
szakembereket tanítottam arra, hogy hello, te szakember vagy. És a nagyon vicces dolog az, hogy miután merő kalandvágyból hazajöttem Magyarországra, és hazahoztam a lelkemet, mint ahogy te is mondtad, akkor azt kellett megtapasztalnom, én is belevágtam a hálózatépítésre, na, ennél nagyobb darát az embernek, hogy magadról leszed a külső rápakolt héjakat. Tehát ha valaki szeretne megismerkedni magával, annak azt tudom ajánlani, 2-3 év hálózatépítés, minden menni fog, tehát ha azt túlélted. De tényleg így történt, és velem tényleg ez van, hogy oda értem, hogy most meg hello, magamnak kell megmagyarázni, hogy én ki vagyok, és nagyon-nagyon sokszor érzem azt, hogy minthogyha, tehát abban a világban mi már, ahol bólogató fejű nejlonkutya voltam, és amikor a főnököm reggel leszidott, hogy igaz, hogy én még este tegnap 10-kor bent voltam a munkahelyen, amikor ő már rég nem, és nagyon jól ismertük egymást a brazil takarítónővel, mert már csak ő dolgozott, amikor még én is, az nem számít, de ha én 5 percet kések, akkor az miért van, és annyira föl tudott idegesíteni, hogy én akkor azt a napot olyan hihetetlenül végig dolgoztam, hogy már megérte, csak egy napra is megérte volna fölvenni, és én azt gondoltam, eljutottam arra a pontra, hogy nem, akkor én ezt magamnak akarom megcsinálni, és tehát ha én ilyen jól tudok szekeret tolni, akkor a sajátomat szeretném, bocs. Tehát az a vicc, hogy hazajöttem, és nem is olyan könnyű. Tehát, hogy tényleg néha azt érzem, hogy tolni a saját szekeremet és a saját vállalkozásomat építeni, olyan érzés, hogy oda már nem tudok visszamenni. Tehát kinyitottam Pandora szerencét, a dolgok szétszálltak, és ahhoz meg, hogy már ott legyek abban a másik világban, ami már a Matrixon kívül van, ahhoz meg még csak azt látom, hogy mennyi mindent nem tudok. És hogy ez az ilyen szülőcsatornában megrekedt állapot nagyon sokszor, persze ez az, amikor jön a vonat a hátam mögött, és nem tehetek már, csak rohanhatok előre. De tehát, hogy én tényleg ezt érzem, hogy miközben meg tudok tanítani más embereket arra, hogy vedd már észre, hogy ki vagy, közben meg igazából nekem kell a legtöbbet tanulnom még. És az, hogy egy ilyen helyre lehet jönni, az mindenképp egy nagyon nagy ajándék. Tehát ezt köszönöm. Igen, én Záborszky Mátyás vagyok, és nagyon érdekes, hogy ismét a Mon Parkban vagyunk. Én másfél évvel ezelőtt itt a Paulaner sörzőben ültem a Gyurival, amikor ez az ominózus este megtörtént, egy keddi nap volt, és odaadtam neki azt a hanganyagot, amit aztán ő meghallgatott, és 2 nap múlva újongva hívott föl, hogy hát mi min ülünk. Tehát ez volt az a bizonyos Pap Gábor anyag. Ami előtte nekem egy fél évvel már megvolt. Én ezt meghallgattam, és azt mondtam, hogy hát majd időszerű lesz ez majd valamikor, hogy ez a dolog ez tovább menjen. Azt nem tudtam, hogy mikor, milyen formában. És arra reflektálva akartam megszólalni ennek kapcsán, amit itt az előbb valamelyik úriember elmondott, hogy hát ezt rá kéne önteni az emberekre. Ki volt az? Igen. Én azt gondolom, hogy mindennek megvan a maga ideje. Tehát az, hogy ez a dolog mostanra ideig kifort, ez egy óriási dolog. Az, hogy ez mennyire és mikor fog széles körben elterjedni, azt gondolom, hogy szükségszerű. De meg lesz annak is a maga ideje. Mint ahogyan, amikor az utóbbi időben Gyurival rendszeresen konzultált velem, beszélgettünk, fölhívott, elmondta éppen az aktuális felismerését, és láttam benne az evolúciót, és mindig nagyon örültem, mert azt éreztem, hogy ennek a magját valahol én ültettem el benne. És milyen érdekes, hogy engem is Mátyásnak hívnak, bár ennek ilyen szempontból nincs jelentősége. Mert hogy az volt az első kérdésem Gyurit, hogy te figyelj Gyuri, te tudtad, hogy az utolsó magyar király az Mátyás volt? És hát nem. Persze, mert akkor még Findugor voltál. Szóval, hogy visszakanyarodva, azt gondolom, hogy meg fog történni az a pillanat, amikor ez széles körben el fog terjedni. És ezzel kapcsolatosan azt a gondolatot osztanám meg veletek, ahogyan én ezzel bánok. Amikor valakivel egy ilyen témáról elkezdek beszélgetni, vagy úgy érzem, hogy nagyon vakvágányom van, tehát valamit mondanom kellene neki, akkor az első és legfontosabb lépés, muszáj felmérnem, hogy ő hol tart. És azzal kapcsolatosan, és ahhoz mérten, és olyan sűrűségben adni neki azt az adatot, azt az információt. Ha ezt nem teszem meg, akkor bezár. Nem érek vele célt. Tehát nagyon fontos, hogy annyit adjak át, amennyit ő képes befogadni. És ez az én felelősségem, hogy ezt képes vagyok-e felmérni. Mert mindenki ott tart, ahol éppen tart, és ez nem jó vagy rossz, hanem ott tart, ahol tart. Ez nagyon fontos. A második dolog, ami ugye az előadás címe, hogy időforrás.
A Gyuri ismertetett meg ezzel, bár az összes kiadványát végigolvastam már 16 éves koromtól fogva minden könyvét, de ezzel erről csak hallottam és nem használtam, most ki is hoztam, ez időforrás, ez a mobil időforrás alapú mobil szervező, ami kapcsán azért szeretnék egy-két gondolatot mondani, nem tudom, ki az, aki használja ezt a teremben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, hát nem olyan túl sok, hát mindenkinek melegen ajánlom, hogy ezt kezdje el használni, mert én is elolvastam az összes időforrás, időmenedzsmenttel foglalkozó könyvet, és nem találtam megoldást arra, hogy hogyan lehetne azt megcsinálni, hogy vezetni a különböző dolgokat, menedzselni a saját életemet, még a magánéletemet is, időm is legyen, pénzem is legyen, meg minden. Na ez a rendszer mindegyikre megoldást nyújt. De most azok, akik föltették a kezüket, azokhoz intéznék egy olyan kérést, illetve kérdést első körben, hogy van-e közületek valaki, aki például iPhone-t használ, és egyébként emellett használ mobil szervezőt is? Aha, na ilyenből van 3. Azon gondolkodtatok-e már, és itt akkor egy magot szeretnék elültetni, hogy az az Excel táblázat, ami ennek a háttere, és ez a Gyurinak már másfél éve gyúrom az agyát ebben a kérdésben, hogy ebből valamilyen iPhone, iPad, most már ugye számítógépre is lehet applikációt fejleszteni, valamilyen applikációt csinálni. Én azt gondolom, hogy lenne létjogosultsága, bár annak ellenére, hogy én használom ezt a desktopa másfél éve, még nekem sem született meg a fejemben, hogy ezt mégis hogyan kéne gyakorlatban kivitelezni. De egy biztos, hogy az Apple-nél a dolgok azok kis ellenállás mentén működnek, tehát gyorsan lehetne valószínűleg olyan dolgot csinálni, amivel azt a menedzsment technológiát, amivel mi rendelkezünk, aminek mondjuk, hogy az egyik végterméke ez a mobil szervező, azt világszintre eljuttatni. Lehetne ezzel nyilván mit kezdeni. Tehát aki használja a mobil szervezőt és használ Apple terméket is, gondolkozzatok rajta. Aztán vagy lesz belőle valami, vagy nem lesz. És az előző hölgynek a hozzászólásához annyit reagálnék, egy saját tapasztalatom. Itt az Egyesült Államok szóba került. Én tanultam, dolgoztam, és éltem is az Egyesült Államokba. Rögtön az első pillanattól fogva az volt a tapasztalatom, hogy lényegesen kisebb energiabefektetés szükséges ahhoz, hogy nagy dolgot elérni. 18 éves voltam, amikor ezzel először szembesültem. Én nem voltam jó tanuló itthon. Hozzá kell tennem sem alap, sem közép, sem felső szinten. Viszont ott azt éreztem, hogy minimálisat kell ahhoz befektetnem, hogy pillanatok alatt is minden jól működjön. Azt kell mondanom, hogy rá több mint 10 évre értettem meg ezt, sőt, talán az utóbbi másfél évben értettem meg ezt, hogy ez azért van, mert egészen másképpen gondolkodunk. És pontosan itt van az a visszacsatolás, hogy mi az Egyesült Államoknak, vagy a világ bármely részének elsősorban adunk. Na most akkor itt fölmerül a kérdés, hogy mit is veszünk vissza, hol van a mi önbecsülésünk, és hol helyezkedik el az egész. A mai előadás meg a 2 héttel ezelőtti is nagyjából erről szól. Tehát tessék nem csak mondani, hanem úgy is cselekedni és ezáltal bízni saját magunkban. Tehát legyen meg az az önbecsülés. Mert az Egyesült Államok, amikre olyan hűdehajde fölnézünk, hát ehhez a gondolkodáshoz képest sehol nem tart. Hülyére lehet őket venni egy perc alatt. Hát azt saját bőrömön tapasztaltam. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Ehhez tényleg csak egy gondolat, hogy nekem az első ilyen tapasztalatom az volt, hogy amikor föltesznek egy kérdést, akkor ugye az amerikai srácok kiesnek a padból, és nincs udvariasság meg semmi. Mi meg ott magyarok hallgattunk, mint tejbetök. Úgyhogy az oktatás az nagyon meghatározza ezt a fajta viselkedést. És szerintem akkor leszünk igazán nagyok, hogyha sikerül a magyar oktatási rendszerbe is majd valahogy becsempészni. Nem rajtunk fog múlni. Ki volt? Én a probléma vagyok. Azért probléma, mert probléma. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi van kintebb. Egyébként 54 éves vagyok, van 3 fiam és egy másfél éves unokám, ő is fiú. 3 éve vagyok munkanélküli, 2 diplomával, kereset nélkül. Tartom előtted magamat. De nézzük meg most egy kicsit az árnyékos oldalát a világnak. És akkor nézzük a problémákat. Amivel ma szembe kell nézni Magyarországon, az egy általános és nagyon kemény elszegényedés. Az én esetemben ez azt jelenti, hogy 6 évvel ezelőtt még 660 000 forint volt az alapfizetésem a MOL-nál,
és ez jár 14 hónapra. Most ott vagyok, hogyha el akarnék helyezkedni és állást keresnék, akkor 200 ezer forintos bruttó fizetésért verni kéne a csupasságem a vakulatlan kőfalhoz örömömbe, de nem találok kőfalat. Tehát valami megváltozott, és úgy változott meg, hogy soha többet nem lesz a világ olyan, amilyen volt. Tehát el kell felejteni, hogy milyen az állapota a világnak ma. Azt lássátok, hogy holnap sokkal többet fogtok dolgozni, sokkal kevesebb pénzért, tök mindegy, hogy vállalkozók vagytok, vagy nem. Tehát nincs különbség, hogy én munkanélküli vagyok, valaki alkalmazott, vagy valakinek vállalkozása van. Nincs. Hát ugyanaz az eső esik ránk, ugyanaz a pénzszivattyú húzza ki az országból a pénzt, és azt kell látni, hogy ma már személykölcsönt se adnak, hiába van bármilyen állásod, pénzed, de nem kapsz hitelt, tehát már hitel sincs. Ennyire nincs, és nem adnak pénzt az országba. Tehát valahol, ami problémát jelent, az az, hogy ráadásul van egy olyan náció, akit 1000 éve arra tanítottak, hogy milyen jó lesz neki rabszolgának lenni, hozzá kell tenni, és meg kell spékelni ezt a helyzetet azzal, hogy most ott tartunk, hogy a 10 millióból van körülbelül 800 ezer beteg ember, és ez kevés, mert legalább 5 milliónak kéne lenni a jelenlegi tervek szerint. Aztán van még egy olyan csúnya helyzet, hogy van 5 millió jelentkező, aki szeretne jönni lakni, csak nem tudják, hogy ezt a másik 5 milliót hova küldjék el. És akkor fokozhatnám tovább, hogy, és mondhatnék olyan nagy dolgokat, hogy a világ soha nem termelt még annyi jószágot és javat, amennyivel nem hat, hanem 10 milliárd embert röhögve el lehetne tartani, nem jelentene problémát az, hogy nekem naponta 3-szor enni kell, meg ruházkodni kell, meg ilyenek, és mégis gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a világ 95%-a a szegény. Tehát gyakorlatilag az a jószág mennyiség, ami járna per fő, az a 95%, az 5%-nyi embernek a kezébe halmozódik föl. Tehát van egy hihetetlen gazdasági aránytalanság. És akkor vissza a nyomorhoz. 1000 éven keresztül azt súlykolták belénk, hogy bűnös nemzet, meg ilyen nemzet, meg olyan nemzet. Ez olyan jól sikerült csinálni, hogy a végén már én is majdnem elhittem, hogy nekem is valahol máshol kéne valamit keresni. Köszönöm szépen, ez egy nagyon jó dolog, hogy magyarnak lenni, meg büszkének lenni rá, ez tényleg egy jó dolog. De a többség ezt nem tudja. Tehát amin el kell gondolkodni, az, hogy ezt a tudást hogy lehet széthúzni. Én nem értek azzal egyet, hogy mindig annyit, amennyit meg tud emészteni, meg egyebek, mert erre már nincs idő. Tehát úgy vagyok, mint a cigány lova az utolsó előtti stádiumban, amikor már csak fél zapszemet eszek. Tehát a következő nap az arról fog szólni, hogy megdöglök. Tehát egy ilyen szituációban nincs tovább teljesen leszokni a kajáról. Tehát ezt valahol látni kell, hogy ez az ország ez nem ott tart. Tehát, bocs, de ilyen állapotban vagyunk. Tehát itt nincs idő arra, hogy majd megszokják, meg hozzászoknak, meg ilyesmi. Valamiféle sok terápiára lenne szükség, és ez egy nagyon jó sok terápia, hogy nekem büszkének kell lenni arra, hogy én magyar vagyok. Tehát valahol ezt gyorsabban és jobban át kéne nyomni a köztudatba. Másik. Nekem van egy olyan célom, hogy elmúltam 54 éves, és a következő 54 évén boldog nagypapa szeretnék lenni, és valahol olyannal kellene foglalkozni, hogy valahol az én unokám az már normális emberként nőjön föl. Most, ha ezt tőlem nem tudja megtanulni, akkor kitől? Az iskolára nem számíthatunk, mert az világszinten a hülyék gyülekezetét képzi. Megmondják, hogy aki MBA-t végez, ez gyakorlatilag semmire nem tudja használni azt a dolgot, mert olyan tanítanak neki, amit nem tudja mire használni. Tehát én 2 diplomát vegyész-közgazdászként nem igaz, hogy nem tudnék elhelyezkedni, és nem tudok, mert az 54 éves korom meg a 30 éves tapasztalatom miatt egyszerűen nincs ellenfelem akárhova elmegyek. Hát azt mondom, hogy hülyeség, amit csinál, és meg tudom mondani, hogy miért, mert van tapasztalatom. Az olajiparban dolgoztam 23 évig itt ennél a nagy szép színesnél, és tudom azt, hogy oda olyanokat vesznek ma föl, akinek ha azt mondják, hogy a kőolaj fehér, akkor ő azt mondja rá, hogy fehér. Na most az meg nem fehér. Tehát így nem lehet dolgozni. Tehát amikor ország szinten hülyék gyülekezetére is van szükség, mert az értelmes ember nem kell, ez olyan, mintha valahol diszkriminálnánk saját magunkat, hogy nem kellenek. Most mindenkiből meg nem lehet egyéni vállalkozó. Tehát ha visszanézem azt a
korképet, hogy hol tartottunk a két világháború között, akkor azt lehet mondani, hogy ott az embereknek csak az 5-10 vagy 15%-a volt alkalmazott, az összes többi az vállalkozó volt, vitte a sajátját, vagy túrta a földjét, vagy vitte a szatócsboltot, vagy egyebeket. Tehát valahol ezt az állapotot kellene visszaállítani, de ma itt ebben az országban 9 millió ember ül, és akkor pályázok, meg valamit majd izél, majd valaki segít rajtam. Jó, most már elmúlt 4 óra, akkor beülök a tévére. Tehát egy ilyen mentalitásból nem lehet egy országot fölépíteni. Tehát valahol a felelősségünk közös, mert jobb bele kéne rúgni ebbe a helyzetbe, hogy valamit változzon, és emiatt mondom azt, hogy nincs idő. Tehát no time, nincs idő. Nincs idő. Ez az utolsó előtti lépés, amit még ki lehet bírni. Köszönöm. A Gyuri szeretne erre válaszolni, aztán meglátjuk, hogy marad-e még. Most akkor lezárjuk, mert ugye pontosan zárunk, de most nem azt akarom megcsillantani, hogy minden rosszban ott a jó. Sőt, ugye van egy mondás, ez a minél sötétebb van. Na, elég sötét van, meglátod a csillagokat. Tehát szerintem ez nagyon fontos. Én ezen... A Coelho könyvben, amit ajánlottam, abban van egy mondat, hogy a pirkadat előtt van mindig a legsötétebb. Bocsánat csak. És ezen én is gondolkoztam egyébként, bár biztos feltűnt, hogy éppen feltámadás napon alkotmányoztunk, van, aki úgy gondolja, hogy ez véletlen, van, aki nem. Én úgy gondolom, hogy nem véletlen, de erről ugye múltkor volt szó. Ami viszont fontos, ezen tényleg gondolkoztam, hogy gondold meg, mi volt a magyarnak mindig a taktikája. Ugye bosszantotta a másikat, majd elérte, hogy üldözze, és üldözés közben, amikor a másik úgy érezte, hogy győztem, akkor megfordult, és bement a... Na most, lehet, hogy furcsa, amit mondok, de ugye múltkor beszéltem arról, hogy Attila magyarság, vagy Attila, igen, magyarságnak sorsot vállal Róma falai alatt. Gyakorlatilag azóta idézőjelbe teszem, menekülünk. Most már tényleg az a fajta gondolkozásmód, amiről ugye szó volt alá fölé rendelő, győztesnek érzi magát. Tehát most már gyakorlatilag mindenki úgy érzi, tökéletesen elhitettük az ellenféllel, hogy győzött, így van? Egyetlen probléma van, hogy közben egy kicsit elfelejtettük, hogy mit csinálunk. Tehát amikor annyira jól menekülsz, ugye itt nemzedékeken keresztül, hát gondoljátok meg 1500 év. Néha már tényleg elhittük, hogy tényleg menekülünk, pedig ennek a menekülésnek az elején egy tudatos volt. Egyébként, hogyha körbenézel, mindenünk megvan ahhoz, hogyha még valaki a nyakunkban lohol, hát kiismertük, tudjuk, mi a gyengéje. Fürgébbek vagyunk, vannak eszközeink. Tehát most semmi más nem kéne csinálni, csak megfordulni és lőni. Nagy szeretettel, de ugye a magyar harcnak mindig... Mindig ez volt a lényege, hogy te jössz utánam, meg akarsz halni, biztos? Tehát amikor vágtattok, biztos, hogy meg akarsz? Még mindig? Még az árkon is átugrattál? Még mindig úgy hiszed? Akkor nagyon beteg vagy, puff. Tehát én a következőt érzem problémának, ez a mag az anyanyelvünk miatt bennünk van. Várja, hogy csírázzon. Mint a pattogatott kukorica, berakod, és elkezd pattogni össze-vissza. Meggyőződésem, én mélyen hiszek benne, hogy Magyarországon elindul most egy folyamat, ami hihetetlen sebességgel olyan minőségi változást fog okozni, hogy később közgazdászok nem fogják érteni, hogy mi történt. Majd elkezdik méricskélni a lázunkat, meg stb., hogy mi történt itt, nem fogják érteni. De az a lényeg, hogy ténylegesen egy, amiről beszéltünk, 5-ről 6-ra, nem 5-ölni-6-olni, most ezt érezzük, 5-ölünk-6-olunk, stb. Mi van, 5-ről a 6-ra. Ezt lássuk, hogy tökéletesen elvégeztük a munkát. Annyira megtévesztettünk mindenkit, hogy már mi is elhittük. Csak most egy picit le kéne dobni ezt a valamit. Tehát érezzünk rá arra az ős erőre, ős bizalomra, nem tudom másként mondani. És amit a Miki, tehát ez, hogy elég sötét van, meglátod a csillagokat. Most már látjuk. Egyébként nehogy úgy gondoljátok, hogy én így lobogok egész évben. Nekem tavaly egy éven keresztül majdnem olyan mély depresszióban voltam, hogy el se tudjátok képzelni. Ezt a mikrofont nem tudtam volna tartani, nemhogy kiállni és beszélni. Tehát nincs ezzel semmi baj. Pont amikor ugye azt mondják, hát hogy születik a gyémánt? Hát őrült nyomás alatt. Őrült nyomás alatt. Csak egy dolog különbözteti meg az egyiket a másiktól, hogy mit tesz ezzel a nyomással. Hogy gyémánt lesz belőle, olyan keménységű, ami mindent megkarcol, vagy pedig recs.
De nincs probléma, hangsúlyozom, mert mondtam a forgóajtót, majd legközelebb akkor, tehát semmi probléma nincsen, de érezzétek ezt az őserőt, amiről múltkor szó volt, hogy azt írja Bölcs le, hogy a magyar vitézkedik, hogy amikor már a lábán se áll, meg a ló is rádőlt, és még mindig küzd. Hát azért az elején tudtak valamit. Hát nézzétek végig a magyar történelmét, micsoda dolgokat éltünk túl. Olvasd el akár azt, hogy mi történt Trianon után Erdélyben, hogy ott mi mentek keresztül az emberek. Hát Magyarországon ma nem lehetsz olyan nyomorult helyzetben, amit ott átértek emberek. És utána még egyszer a háború után. Vagy mi volt a lent Újvidéken. Nézd végig a magyar történelmet, amikor a törökök. Tehát ez, ami nálunk van, egy dolgot nem tudtak tőlünk elvenni, most mindenki szabad. És azt mondom, nem akarnak fölvenni sehol? Lehet, hogy épp itt az ideje annak, hogy csinálj egy vállalkozást. Nem súgni akarok, tehát érted? Tehát valamit üzen. Tehát amikor erre nem tudsz menni, meg erre nem tudsz menni, amikor bent vagy a sarokba, és az élet téged présel be a sarokba, lehet, hogy pont azt jelenti, hogy végre el kell indulnod, át kell menned azon a szűk kapun. Az mindig fáj, tehát az most félreértés ne essék, és most nem okoskodom, én is pászol az életben, bár ilyen kis nyugis, toleráns pasi vagyok, tehát általában élére fordulva átmentem, tehát nyilvánvalóan van nehezebb születés, meg van könnyebb. De valamit az élet üzenni akar. Én csak azt a, hogy mondjam, azt az ős hitet szeretném, hogyha, amit én úgy érzem, találtam, hogyha ha úgy általában nagy szeretettel a magyar ember megtalálna magában, akkor hát ne felejtsük el, hogy a II. Világháborúban melyik ország volt, amelyik itt Európában először talpra állt. Pedig Budapestet nem kicsit lőtték szét. Nagyon. Hamarabb emelkedtünk föl, mint Ausztria. Tehát amikor a magyar, hát 56 most nem azért, hát több orosz harckocsi jött Budapestre, mint amennyi Berlint ostromolta. Tehát ha magyar beindul, akkor nagyon türelmes nép vagyunk, de ha beindulunk, akkor nagyon tudunk. Ha ezt építésre tudjuk használni, már pedig most ugye nem kell senki ellen küzdeni, legfeljebb a saját kicsinyhitűségünkkel szemben, nem? De ezt a magyar rátalál erre, hát átszakad a plafon. Ez csak így, tehát hogy mondjam, nem tudom, ez jön az emberbe, aztán lehet, hogy megint jön egy depressziós korszakom, és akkor feküdni fogok és nézem a plafon, nem tudom. Akkor majd remélem titeket hallgatlak egy kis erőért, nem? Adjuk át egymásnak, mint a stafétabotot. Jó, köszönöm. Lezárhatjuk, bár egy mondatban reflektálva, hogy mindannyian látjuk ezt a problémát, tehát körülöttünk zajlik, hogyha esetleg valaki arra vetemetik, hogy felszáll a villamosra, akkor látja a körülötte lévő emberi arcokat. Nem fog megváltozni egy csapásra, és csak emberek tudják megváltoztatni, és azok, akiknek van hatalmuk arra, hogy megváltoztassák, azokon van a nagyobb felelősség ebben a változásban. És talán éppen tőletek indul ki, meg azoktól, akiknek ti ezt elmesélitek, és majd árad a dolog a maga útján.